Sziasztok, jó napot kívánok! Szedmajer László vagyok, a BKV üzemeltetési vezérigazgató helyettese, amúgy alapvetően közlekedésmérnök, és most már lassan 20 éve itt dolgozom a BKV-nál. Hol is vagyunk most? Egy dupla csuklós autóbuszon ülünk. Mit jelent az, hogy dupla csuklós autóbusz? Ugye, hogyha az utcán jártok, keltek, akkor alapvetően azok a csuklós autóbuszok, amiket láttok, azokon egy darab csukló van, és az azt jelenti, hogy a nagyjából 18 méter hosszúak szoktak lenni. De úgy gondolták egy olyan 20-30 évvel ezelőtt, legfőképp Nyugat-Európában, érdemes megpróbálni még nagyobb autóbuszokat készíteni, és akár két csukló szerkezettel ellátni, és így 24 méteresre is meg tudták, 24 méter környékére is meg tudták hosszabbítani ezeket a járműveket. Jó megoldás ez? Biztonságos megoldás ez? Talán az, sokat próbálkoztak vele, és máig is működik számos helyen ez a megoldás, legfőképp többek közt Törökországba, illetve leginkább Dél-Amerikába, de őszintén Európában nem volt ez egy sikersztori, nem tudom mennyire ismeritek, de azért mindenki jár kell, mi is itt Európa közepén létezünk, nincs olyan nagy hely, hogy ezekkel kényelmesen és jól lehessen közlekedni. Persze kompromisszumokkal lehet közlekedni, de általában mindig az volt a meglátás, hosszabb távon nem érdemes nagyobb mennyiséget ezekből az autóbuszokból csinálni. Ezért ezek az autóbuszok hamar kikoptak legfőképp Nyugat-Európa utcáiról, például Hollandiából is, ahonnan ez az autóbusz származik. Az autóbusz alapvetően belga gyártású, egy belga cég gyártotta, és Hollandiából érkezett hozzánk 2016-ban. Miért vásároltuk ezt az autóbuszt? Direkt az volt a célunk, hogy egyből játszóbusz készítsünk belőle? Őszintén nem. Alkatrészként vásároltuk. Ugye nagyon sok autóbuszunk van hasonló típusú, és azokhoz érdemes bizonyos alkatrészeket, amik a biztonságot nem veszélyeztetik, a régi, már nem üzemelő autóbuszokból felhasználni. Ezért érkeztek ezek az autóbuszok is, nem is egy, nem is kettő, de megbeszélve a kollégáimmal, az egyiket olyan jó állapotúnak láttuk, pont amin itt ülünk Délpesten, a délpesti garázsba, olyan jó állapotúnak láttuk, hogy úgy döntöttünk, jobb lenne neki valami jó célt, valami jó feladatot kitalálni. Mi lehetett volna az? Így jutottunk arra a gondolatra, hogy a legjobb volna egy játszóbuszt berendezni, amit úgy tűnik, hogy eredményesen sikerült is, és a játszóbuszunk el is készülhetett. Nyílt napokon bizonyára találkozni fogtok az autóbuszokkal, és számos más rendezvényen is megjelenik, illetve megjelent már ez az autóbusz a városban. Azt gondoljuk, hogy a gyerekek játéka, nekem is nem titok, egyébként három kis gyermekem van, még nem volt lehetőségük kipróbálni, de mindenképp szeretnék majd rá sort keríteni. Az, hogy a gyerekeknek egy játszóbuszt építettünk, az mindenképpen egy nagyon fontos és egy nagyon jó dolog és nagyon hasznos dolog. Mint látjátok, az autóbusz belülről is rendkívül biztonságos, mindenhova szivacsokat helyeztünk el, az ajtók korlátjára, az ajtók mellé, a csuklókra, úgyhogy azt gondolom, hogy minden gyerek és természetesen a szülők is megnyugodhatnak a tekintetbe, hogy biztonságosan játszhatnak majd ebbe a járműbe. De mivel is lehet itt játszani? Látjátok, itt van a kezemben az építőkocka, építőkockával lehet építeni, a különböző mászókákon lehet mászni, lehet csúszdázni, van egy kis mászófal is. Ez a jármű belseje, és hogy pár szót mondjunk még a jármű külsejéről is, a jármű külsején meg egy nagy sikerű gyermek rajzpályázattal sikerült feldíszíteni a buszt, miszerint a gyermekek különböző rajzokat készítettek, és a legjobbakat kiválasztottuk, és a legjobbak fölkerültek rá a matrica formájába, úgyhogy kívülről is ilyen látványos, és belülről meg remélem, hogy élvezetes lesz majd a játék számotokra. Ha tetszett a vlogom, keresd a BKV többi videóját is. Sziasztok!